Így néz ki az interaktív tankocka program, amelyet már most otthonosan alkalmaznak a túrócis diákok a játékos tanulás jegyében. Ehhez hasonló módszertani újítások térnyeréséért indult projekt a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség indítatására két nyíregyházi és egy az ország másik végén lévő Szőlősgyöröki Evangélikus Tanintézményben. A projektnek az a célja, hogy a digitális technológiák minél szélesebb körben alkalmazásra kerüljenek az iskolákba. A legmodernebb, legtöbb funkcióval ellátott digitális eszközöket szerezzük be, tanulók részére is laptopokat és tabletteket, illetve, hogy digitális módszertan kidolgozása kapcsán egy úgynevezett pilot tevékenységet valósítanak meg majd a három intézmény pedagógusai, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése mind a pedagógusok, minden diákok körében megtörténjen. A projekt feladatai elég széles körűek. A módszertani újítások mellett többek között akadálymentessé tennék a digitális környezeti feltételeket, valamint fejlesztenék a pedagógusok információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos tudását. Természetesen erre fel kell készülni, tehát a pedagógusok először is továbbképzéseken vesznek részt, majd ezt követően digitális óraterveket dolgoznak ki, illetve módszertani programokat, csomagokat, amelyeket a tanórákon és házi feladatok ellenőrzéséhez egyaránt alkalmazni fognak, illetve bevállásvizsgálatot is végzünk a projekt során külső szakértők segítségével, hogy ezek használhatóságát minél hatékonyabban tudjuk végezni a későbbiekben. A projekt 2018. februárjától 2021. január végéig zajlik az Európai Unió és az Európai Szociális Alap finanszírozásával, melynek összege 100%-os támogatottság mellett közel 80 millió forint.